Az alapjáték után egy évvel vagyunk, és kapott a harmadik rész egy külön játszható DLC-t, a Far Cry 3 Blood Dragon-t. Mechanikailag újra a harmadik résszel játszunk, csak tele van pakolva 80-as évekbeli retrofuturisztikus hangulattal, popkulturális referenciákkal és paródiákkal, csak szintlépésenként automatikus fejlődés, és nincs kraftolás, de a titkok maradtak. Mint mondottam, ez egy önálló DLC, azaz nem kell az alapjátékról elindítani. A sztori szerint 2007-ben vagyunk egy disztópikus világban, ami végig szenvedett egy nukleáris háborút. A Ubisoft szerint ez a játék a jövő, VHS látszata, ahol a játékosnak meg kell menteni a lányt, megölni a rossz fiút és megmenteni a világot. Amerika kifejlesztett egy kiberkommandó hadsereget, köztük főszereplőnket, Rex Power Colt őrmestert, a négyes kiberkommandót fogjuk irányítani. Másodmagával, Spiderrel, egy szigeten kiderítik, hogy szlón ezredes árulóként az Omega 6 testet vezetik, és vérsárkányvérrel spécizett rakétákat küldjön a világra. Később összetalálkozunk szlón tudósával, Dr. Elizabeth Darlinggal, aki megtér, és nekünk fog segíteni. A játék sokkal lazább ratolja a sztorit, mint a sötét tónusú alapelődje, mintha egy tipikus 80-as évekbeli skifivel játszunk. Én ezt a játékot sokkal jobban imádtam, mint az alapot. A stealth sokkal változatosabb lett. A sunyulás és riasztó uffoláson kívül van lehetőség a pajzsok kiiktatására, a vérsárkányokat beküldeni egy kis takarításra, és szerintem itt lépett be először a csali használata, amit később a negyedik rész vett át. A fegyverarzenális érdekes. Van összesen 6 lőfegyver, és azoknak a fejlesztéseit lehet begyűjteni titkok és mellékküldik végrehajtásával. Amikor mondtam, hogy 100%-osra fogom csinálni, akkor ugyanúgy, mint az alapjátéknál, az összes őrposztot és összes fegyver upgrade-et gyűjtöm be. A hangnál nagyon tetszett, hogy ismert személyiségek vállalták be, mint Michael Biehn, mint a Terminátor Kyle Reese, Grey Deal, mint a Scooby-Doo Diana-ja, és még sokan mások. A zene is királyul sikerült, csak egy a probléma, hogy amilyen a YouTube, sajnos nálam az összes képregényes átvezetőt némán fogjátok látni nálam, de legalább a magyar feliratokat lehet olvasni. Sajnálom, de nem tehetek mást, ha a YouTube ennyire megköti a kezemet és egy ideg roncsot csinál belőlem. Mivel a Blood Dragon 90%-ában ugyanaz, mint a Far Cry 3, ezért a konklúzió az alapjátékával egyenlő, imádtam, jó játék, csak lopakodásban béna vagyok.
Loading programs for Sergeant Rex Power Coat. Acknowledged. Loading basic tutorial batch 101 from Military Navigation for Idiots. Auto holstering weapons for silent approach. Oh, you fucking asshole. Now have fun! Ah, for fuck's sake. Jump, if you wish to jump. Spider, I hate you. Crouch to go lower. Just let me kill people, damn it. To look around, look around. This is not cool. Moving allows you to go in many exciting directions. Why? Running is like walking, only faster. Fuck. Are these tutorials getting in the way of your mayhem? Perform a blade takedown when sneaking up to an enemy. Distract unsuspecting enemies with your D20, nerd. Okay, let's do this. Spider, these guys are a mega force. I got a bad feeling about this. Okay. I got your back, bro. You all sold, brother. After a blade takedown, you can chain kill nearby enemies. So many men, so little time. Squishy. To get higher. Seriously? Loading more training hints from the ABCs of War.
fucking hate tutorials, and this one is terrible. After performing a blade takedown, you can shuriken a nearby enemy. School's out for summer. School's out forever. Suggestion: deactivate alarms to avoid enemy reinforcements. When the meter fills, the enemy can see you. Use the weapon wheel subroutine to access your other weapons. There's nothing to it. Let's do this. Jesus. Shit, that's a lot of blood. Find a healer. Gold. You think you're special? Show me my friend. Let's get this shit done. Find a healer. Gold. HM, look clear. There's nothing to it. Leave no enemies functioning. Thank you.
nothing to it. Briar Patch, why didn't you tell us this was a Mega Force? They were a Mega Force. Now Swarm's gone rogue, and we need to know why. Penetrate the bunker and download the data from the mainframe. Greg, this is Swarm. Colonel Ike Swarm. I served under him too, Spider. No way he went rogue. Not him. You ready to put a bullet in the big man? Let's just get to the mainframe and figure out what the hell is going on. Eliminate all Omega Force soldiers while protecting Spider. Reminder, after a blade takedown, you can chain kill nearby enemies. Detecting heavy armored cyber soldiers. Use heavy ordnance. What are they building here? I mean, that's a high-speed Heterodyne 8000 assembly. Those things killed all the goddamn factory jobs in Detroit. You get to that catwalk. Sweep and clear all those motherfuckers. Use the catwalk to quietly position yourself above the enemy before dropping down on them. Molotov units. Keep your distance and target their expensive taste and accelerants. Protecting heavily armored cyber soldiers. Use heavy ordnance. Oh, I'm pretty, but I'm safe!
Let's find that mainframe. Oh yeah. That's a high-orbit red sphere. Not all those motherfuckers were decommissioned. Last I heard, we were still using them. Testing payload dispersal up in the Canadian wastelands. What kind of payload? I don't think I want to know. Objective complete. Mainframe located.